Sziasztok! A lovak magában ragadó és ámulatbejtő világába ezúttal egy különleges megközelítéssel tekintünk bele, ugyanis a féktelen erő és a páratlan állóképesség lesz a főszerepben. Akár a természet kihívásai edzették ezeket a fajtákat, akár tudatos és körültekintő tenyésztés mentén jutottak el arra a szintre, hogy akár egyetlen rúgásuk is halálos lehet, ma a csatatelektől a földművelésen át végigjárjuk ezeknek az acélos lovaknak a történeteit. Remélem készen álltok, és ha érdekel a valahelyet legerősebb ló, akkor maradj itt a videó legvégéig. Mustang. A Mustang szó a spanyol mesténó szóból fakad, melynek jelentése vad, kóbor vagy gazdátlan, nem meglepő hát, hogy ezt a fajtát a világ egyik leghatározottabb és legerősebb lovaként tartják számon. A fajta ősei olyan lovak voltak, amelyeket a spanyol hódítók hoztak Amerikába a 16. században. Idővel pedig ezeknek a lovaknak egy részét szabadon engedték, vagy vad csordákat alkotva megszöktek, amit követően az amerikai nyugat zord környezetében felvirágoztak. Az Észak-Amerikába behozott spanyol vadlovakból származó mustangok kivételes fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, tökéletesen alkalmazkodtak a túlélésre, erős, kitartó genetikát elérve. A melegvérű mustang testalkata erős, teste zömök, lábai pedig rendkívül ellenállóak. Magassága 150 cm, súlya 400 kg körüli, szőre pedig általában egyszínű, de olykor megtalálható tarkában is. A fajta vadságából adódóan nehéz természetű, heves temperamentumú, alkalom attán pedig még akár rossz indulatúnak is mondható. Az 1900-as évekre már kb. 1 millió vad mustang élt Észak-Amerikában, ahol a népesség jó erőforrásnak tekintette őket, ezért pedig katonai célokra hasznosították, kereskedtek velük, valamint húsuk miatt is vadásztak rájuk. Ezt követően a populáció drasztikusan csökkenésnek indult, száma napjainkban 50 ezer és 100 ezer közé tehető, ezért ma már törvény által védett állatnak minősül, tehát mérgezése vagy levadászása súlyos következményeket von maga után. A kihívásokkal teli környezet által formált mustangok fizikai és szimbolikus értelemben is erőt testesítenek meg, sokoldalúságuk rendkívül keresetté teszi őket a különböző lovas tevékenységekben, és továbbra is világszerte megragadják a lórajongók szívét és képzeletét. Sőt, a fajta valódi szimbolikus értékét legjobban az mutatja, hogy vannak kultúrák, ahol a férfivá válás fontos sarokköve az, hogy betölj egy mustang vadlovat. És akkor persze még csak nem is említettem azt az automárkát, amit persze róluk neveztek el. Arab telivér. Az arab telivér szintén felkerült a legerősebb lovak listájára, melynek őshazája Egyiptom és az arab félsziget. Ez a fajta patásállat több ezer éves múltan rendelkezik, és az emberiség számára mindig is az egyik legnemesebb fajtának számított. A fajtát az arabok tenyésztették ki, igényeikhez mérten tökéletesre, akik leginkább a hadászatban vették hasznát kiváló mozgékonyságuk, rugalmasságuk és könnyű kezelhetőségük miatt. Az arab törzsek a csatákat sokszor a lovak kitartásának köszönhetően élték túl, valamint nagy segítségüket vették a sivatagi környezetben is. Európában egyébként a 16. és 18. század között a török hódítások idején terjedt el, majd nem sokkal később már az egész világon ismerté váltak. Az arab telivért a speciális tenyésztés és a zord körülményekhez való alkalmazkodás tette ilyen rendkívül erőssé és kitartóvá. Napjainkban a hosszú távú versenyeken, díjlovaglásokon és díjugratásokon alkalmazzák őket, ahol mindig kiválóan teljesítenek. Az egyik kulcsfontosságú tényező, amely az arab telivért olyan erőssé teszi, az a kivételes szív- és érrendszerük, továbbá más fajtákhoz képest nagyobb tüdőkapacitással és magasabb vörösvértes számmal rendelkeznek, mely fiziológiai előnyök lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan lássák el oxigénnel izmaikat, így rendkívül ellenállóvá téve őket a fáradtsággal szemben és akár a versenyek során is. Az arab telivér szépségéről, intelligenciájáról és lenyűgöző eleganciájáról is híres. Magassága 150-160 cm, súlya pedig 400 kg körüli, feje kicsi, de domború, nyaka pedig hosszan ívelt, háta rövid és lapos, lábai kicsik és erősek. Az arab telivér tehát a sok pozitív tulajdonsága miatt igazi lóikonná vált, és jelenleg is az egyik leghíresebb és legelismertebb fajta a világon. Suffolk Punch.
A Suffolk Punchot, azaz Suffolki lovat széles körben a világ egyik legerősebb és egyben legrégebbi lófajtájaként tartják számon. A Suffolk szó egyébként egy kelet-angliai megyéből származik, a punch pedig egy régi és angol jelzőt jelent, amelyet alacsony termetű emberekre mondtak. A 20. századi Angliában kitenyésztett igáslovaknak a mezőgazdasági munkálatokban vették hasznát, ekkor vált népszerűvé hát, de gyakran használták a nehéz tüzérség vontatására a háború idején is. A Suffolki ló felépítését tekintve kicsit eltér az átlagos lovaktól, ez a fajta ugyanis rövidebb, de izmosabb és masszívabb is egyben, melynek oka, hogy kifejezetten mezőgazdasági munkálatokhoz tenyésztették ki. Magassága 160-180 cm közé tehető, súlya pedig 900 és 1000 kg közötti, színe pedig gesztenyebarna. Az a képességük, hogy viszonylag könnyen vontattak hatalmas terheket, felbecsülhetetlen értékűvé tette őket a gazdálkodók és a fakitermelők számára, de emellé ezek a lovak akár hosszú órákon át is fáradhatatlanul dolgoztak, ezzel is megmutatva a rendkívüli állóképességüket és kiváló munkamorájukat. Idővel a mezőgazdasági munkálatok és szállítási technológiák fejlődése a dolgozó lovak iránti kereslet csökkenéséhez vezetett, beleértve a Suffolk Punchot is, így részben emiatt is a fajta száma jelentősen csökkenni kezdett, és lassan a kihalás veszélyével szembesült. Az elkötelezett fajrajongók és a megőrző társaságok azonban szerencsére felismerték egy csodálatos fajta örökségének fontosságát. Emiatt a természetvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően a Suffolki ló az elmúlt évtizedekben újjáélett, és bár még mindig ritka fajnak tekintik, továbbra is elbűvöli a ló szerelmeseit szerte a világon, számuk pedig szerencsére egyre csak gyarapszik. American Cream Draft. Az American Cream Draft figyelemre méltó jellegzetes színéről, szelítségéről és erejéről ismert. Ez az egyetlen hidegvérű lófajta, melynek őshazája az Amerikai Egyesült Államok, amiről természetesen nevét is kapta. Az American Cream Draftot a 20. század elején Iowa államban tenyésztették ki, az Old Granny nevű kancából, és hivatalosan 1944-ben került be a fajta nyilvántartásba. Gyönyörű krémszínű szőre, fehér sörénye és farka, valamint borostyán sárga szeme teszik különlegessé az állatot. Ami azonban igazán megkülönbözteti a fajtát a többitől, az a hatalma fizikai ereje. Ezek a lovak erőteljes felépítéssel, jól fejlett izmokkal és erős csontszerkezettel rendelkeznek, széles mellkasuk, rövid, de erős hátuk és patáik vannak, amik együtt lehetővé teszik számukra, hogy jelentős súlyt hordozzanak és elviseljék akár a megerőltető fizikai feladatokat is. Ez az erő felbecsülhetetlen értékű munkalovakká tette őket, akik képesek voltak nehéz terhek húzására és nehéz feladatok elvégzésére gazdaságokban, valamint más munkaigényes környezetekben. Engedelmes és szerint természetükről, nyugodt viselkedésükről is ismertek, így nem csak erőteljesek, hanem megbízható partnerek is. A kanca mérete 150-160 cm közé tehető, súlya 680-tól 730 kg-ig terjed, amén pedig 160-170 cm magas és 800-850 kg súlyú. A fajta populációja a múltban a gépesítés következtében csökkent, azonban a 80-as évek elején az elkötelezett tenyésztők és rajongók szorgalmasan dolgoztak ennek a kivételes fajtának a megőrzése és népszerűsítése érdekében, de még ennek ellenére is természetvédelmi állapotát néhány természetvédő egyesület kritikusnak véli. Percheron. A Percheron is felkerült a mai listánkra, ugyanis a világ egyik legismertebb és legerősebb igáslovaként tartják számon, így tehát bűn lenne megfeledkezni róluk. A hidegvérű lófajta eredetéről nem maradt fent hiteles beszámoló, így többfajta legenda létezik a származásukról. Egyesek szerint például a fajta ősei arab és berber mének, mások pedig úgy vélik, hogy a rómaiak hozták be északra ősét, a bulonészt. Azonban az első feljegyzések szerint származása a 8. századra tehető, és feltételezések szerint a Normandiával határos Le Perche vidéken alakult ki. A Percheron adottságaiból fakadóan rendkívül nagy teherbíró képességgel rendelkezik, az egész napos munkát kitűnően viseli, ezért pedig a mezőgazdasági munkátokban igen nagy hasznát vették. A fajta a 19. században Amerikában is elterjedt, ugyanis itt is szükség volt az igáslóra a földeken, néhány évtizeddel később pedig az 1930-as évekre a kontinens igáslovainak 2/3-át a
Percheron tette ki. A fajta egyik meghatározó, és mondjuk ki igencsak szembetűnő jellemzője az a puszta mérete. Nagy igavonó fajtának tekintik őket, ugyanis átlagos magasságuk 165 és 175 cm között mozog, súlyuk pedig 820 és 1200 kg közé tehető. Impozáns méretük ellenére azonban engedelmesnek, nyugodtnak és intelligensnek írják le őket, vagyis a tökéletes kollégának mondhatók a földeken. A fizikai erő és a kedves jellem kombinációja nem csak megbízható igástovakká, hanem akár kiváló társakká is teszik őket. Mivel Franciaországtól kezdve megtalálható az Egyesült Államokon át, Angliában és még Kanadában is, ezért a tenyésztők által különböző típusok jöttek létre, de az eredeti francia perseronra a méretes test, masszív vállak és mellkas, egyenes és erős hát valamint lábak, továbbá szép, kecses fej jellemző, szőrének színe fekete, fehér és szürke foltos. Végül pedig, hogy győztest is mondhassunk a mai videó végére, egy 2016-os cikk szerint a világ legerősebb lova egy Egyesült Államokban született perseron, amely magassága 225 cm, súlyra pedig 1372 kg-ot nyomott. Ezzel pedig a videó végére is értünk, nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretitek az ehhez hasonló lovas témákat. Tudjátok, már másik részekben bemutattam a legszebb, vagy éppen a legdrágább lovakat is, mert azt kell mondjam, én is osztom azt a nézőpontot, mint sok más ember, hogy a lovak az egyik legfenségesebb állatok, sokoldalúak, lenyűgözőek, szépek, és még rengeteg pozitív tulajdonságuk van, ami miatt érdemes róluk folyton újabbnál újabb videókat hozni. Úgyhogy ha van esetleg ötleted, hogy milyen szemszögből nézhetnénk még meg a lovakat legközelebb, akkor azt nyugodtan írd meg nekem kommentekben, valamint persze tényleg nyom meg a lájkot, hogyha szeretted az ehhez hasonló állatos videókat. Én viszont most ezzel együtt megköszönhetek a figyelmet, mindenképp csatlakozzatok a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és így látni fogjátok a következő izgalmas tartalmakat is majd, amik közül már nem sokára érkezem is egy újabbal, úgyhogy gyertek vissza holnap is, addig is még további szép estét, és sziasztok!